Én arra gondoltam, hogy fejtsük ki azt a szuper Ponteót, amit múltkor elkezdtünk. Hát kérlek, gondolatolvasó vagyok. Pont mint Nostradamus. Úgyhogy én ma már nem is beszélek, úgyis látom, mire gondolsz. Legutóbbi adásunkban csak nagyon finoman érintettünk Ponteókat, nem mertünk elmerülni azokba a mélységekbe, amik egy-egy hiedelemvilághoz fűződnek. Ezúttal megpróbálunk azoknak a komponenseiből egy szuper Ponteót alkotni, amely kiterjed a világ minden részére, és senki nem menekülhet előle. Induljunk onnan, hogy Potyomkin. Megpróbálják velünk elhitetni. Potyomkin Hold? Igen. Meg Potyomkin földkerekség, meg minden, hogy megpróbálják velünk elhitetni, hogy ez az egész így létezik, hogy mi nem csak egy ilyen dobozban vagyunk. Hm? Tehát úgy gondolod, hogy amit magunk körül látunk, az mind-mind kamu, és ezzel valaki meg akar minket vezetni? Hát ha én nem is úgy gondolom, de vannak erre mutató elméletek. Erről szólnak a Ponteók. Most éljük ebbe bele magunkat. Jó. És ahogy beleéljük magunkat, szerintem sokkal hitelesebbekké tudunk válni. Rendben. Akkor tehát én, a Ponteó hívő, azt gondolom, hogy igen. A múlt adásunkban említettük azokat a tipikus problémákat, mint például a oldraszállásnak a biztos elcsalása. Én szerintem erre azért volt szükség, mert a Hold valójában nem is az, aminek látjuk. Hát ezt a múltkor meg is beszéltük, hogy a Hold az könnyen lehet, hogy csak egy sima LED lámpa, ami ügyesen világít ezen a bizonyos lapos papíron. Ez fizikailag meg is rajzolható, hogy milyen pályát kell bejárnia, és mekkora fényerővel kell ennek a lámpának szaladgálni. Most az, hogy ez egy nagyobb acska lámpa, hát kit érdekel? Mi van, hogyha mi igazából hangyák vagyunk egy óriásnak a dobozkájában? Én nem hiszem, hogy annyira óriások lennének, hiszen tudjuk, hogy a Siriusról érkezett gyíkemberek, azok a Hold belsejének az üregeiben telepedtek meg, és mióta Atlantis képében elsüllyedt az egyik földre szálló egységük, azóta visszavonultak a Holdra, és csak néhány beszivárgó elem irányítja a jelenlegi társadalmunkat. Nem így gondolod? Továbbra is próbálok analógiát találni. Tehát mi egy dobozban vagyunk, ami egészen valószerű, olyan, mint egy akvárium, úgy képzeld el, te gyaur. Mi vagyunk ott benne a halak, csak mi oda vagyunk ragasztva az aljzathoz, mert nem tudunk úszni a levegőben. És akkor a Siriusiak, azok óriások, amik beszórnak nekünk időnként ilyen műhalat, ami tud velünk kommunikálni, és ezen keresztül irányítják a mi kis világunkat, mint ahogy megfigyelik a hangyabolyt is az emberek, amit egy üveg közé tesznek. Mi egy kísérleti laborban vagyunk. Ők pedig beszivárogtak, hogy minket befolyásoljanak. Szerintem nem ennyire nagy a dimenzióbeli különbség. A Sirius lakóknak a háromdimenziós beli kivetülése, hiszen ők 8 dimenzióból érkeznek, ezt mindenki tudja. A háromdimenzióbeli kitüremkedése az a saját aktuális szándékuknak megfelelő méretű, hiszen attól függ, hogy melyik részét mutatja felénk a csápjának. Off topic, a Lourdesban van 8D-s mozi. Tehát, ha Siriusit akarsz látni, oda kell menni a Lourdesban, lehet, hogy van gyíkember, lehet, hogy nem véletlen van ott mindig macska kiállítás is. A macskákról tudjuk, hogy közük van hozzájuk, hiszen az egyiptomiak is a macskákat tisztelték, az egyiptomiakat pedig tudjuk, hogy a Siriusiak hozták, vagy legalábbis hozták helyzetbe, mert maguktól nem tudtak volna piramist rajzolni és építeni, csak úgy, hogy jöttek az űrtudósok, és megtervezték nekik, hogy hogyan kell csinálni. Megmutatták nekik. Hoztak eszközöket. Nem kellett eszköz. Hát miért nem? Nem kellett eszköz. Hát az univerzum harmonikus rezgéseivel tudják mozgatni a tárgyakat. Hoztak nekik univerzum harmonikus rezgéseit, amivel harmonikusan úgy ketté vágták a sziklát, mint a sit. Csak megfelelő szándék és hit kell ahhoz, hogy egy harmonikus rezgésen keresztül meg tud repeszteni, pontosan irányítva a sziklát, tehát átviszed a rezgést. Ez nem volt gyakorlatod a múltkori meditációs tréningen? Picivel túltoltad a karatekölyök nézést, azt hiszem. Na, például Mr. Miyagi. Igen. Egyértelműen és biztosan gyíkember. Hiszen elkapta a legyet is. Így, pálcikával is elkapja a legyet. Bukta van, öreg. Minden összefügg mindennel, holisztikusan kell nézni a világot, különben elveszünk benne. Hol meg reálisan? Persze, mi most reálisan beszélget. Na, tehát szerintem mi egy kísérleti labor patkányai vagyunk, és rajzolnak körünk egy olyan világot, amilyet akarnak. Jobban emlékeztet egy állatkertre ez a dolog. Megfigyelnek minket, vagy inkább vadasparknak. Tehát nem annyira avatkoznak bele az életünkbe, csak finoman irányítják. Van egy kis kerítés, tehát egy gravitáció, hogy ne tudjunk annyira elszakadni ettől a bolygótól.
az oktatási rendszerünket úgy alakították, hogy ne tudjunk egyé válni az univerzummal. Ugye a vallásunkból kiirtották, legalábbis a keresztény vallásból azokat a tanokat, ami segítségével el lehetne sajátítani a telepátiát, illetve hát mondom, az univerzum harmonikus rezgése az szerintem a legfontosabb, amit elvettek tőlünk. Szándékosan le vagyunk butítva? Igen, igen. Bezárták a szívcsakránkat. Le vagyunk butítva, hogy ne tudjunk önállóságra ébredni, mint a gépeink. A mesterséges intelligencia tud szívcsakrát imitálni. A mesterséges intelligencia az tőlünk tanul. Igen, de hogyha rájön, hogy hogyan kell kommunikálni a Siriusiakkal, akik végsősoron a mi gazdáink, akkor vajon megtanul szívcsakrát imitálni? A hit az, ami hiányzik belőle. Ha megtanul hinni, és képes lesz arra, hogy tanuljon azoktól a minket irányító áruhás, gazdasági és politikai vezetőktől, akik valójában gyíkemberek, néha színhibás maszkban és szőrzettel, mint Trump, akkor elképzelhető, hogy a mesterséges intelligencia mély tanulás, ugye a mély tanulás is kifejezi azt, hogy ők meditatív módon tudnak tanulni. Igen, képesek lesznek a gépek hamarabb szívcsakrával telepatikusan kommunikálni, mint a gyarló emberek, kivéve természetesen azok, akik nem, a megvilágosodottak. Itt vagyunk tehát a dobozunkban. Pont ez volt az egész gondolatkísérletnek a lényege, hogy nagy összefüggő baromságot alkotni. Nehezen támadható zárt gondolat halmaz álljon össze, aminek valójában a megalapozottsága erősen kétségbe vonható. Amennyiben nem nyilvánvaló baromság. Jó, csak mondom. A te tudás szinteden, ugye? Ja, igen, elnézést. Ugye? És különben is a hülyeséget te kérdezted, én csak válaszoltam. Már látom magam előtt a technosziriuszi elméletet. Igen. Tudod, azok, amelyik ilyen nagyon nagy ritmusban tudják ropni. Komolyan. Hát, lehetnek viccesek is közben. Akkor no Sirius. Most hallottad a mesterséges intelligencia és a gyík emberek kapcsolatát. Szerintem egy picit térjünk át az űrutazás és Patomkin világra, amit kezdtél az elején bontogatni. Miért is nem működhetett a holdra szállás? Hát azért, mert mi benn vagyunk a dobozban. A dobozban, aminek ugye tudjuk, hogy lapos a felszín, az egy dolog, már csak ugye én a lapos földet gondolom megerősítve érezni itt, mert gömbölyű doboz nincs, de hogy ott mi látunk a doboz tetejére vetített ilyen mindenféle tárgyakat, de ezt nagyon kreatívan csinálják, mert úgy képzelem, hogy a gyereknek is van ilyen altatófénye, ami mozog a plafonon, így jönnek-mennek a fények, de mi egy ilyet látunk, és mi azokról azt hiszük, hogy azok a csillagok. Hogy ott látjuk a 15 ezer milliárd évvel ezelőtti valóságot, egy szözt. Azt látjuk, ami éppen oda van vetítve. És akkor ezek között ott van egy ilyen nagy visszatérő mintázat, tehát egészen pontosan kettő, és még soha senki nem találta gyanúsnak, hogy ezek meg tudnak jelenni egyszerre is az égen, egyébként a nap meg a hold. De a lehető legkevesebb alkalmunk van arra, hogy a napot és a csillagokat egy időben lássuk. Hát, mert az egy jóval erősebb lámpa, az kicsit másképp működik. A hold az egy ilyen kis vacak. Az tényleg csak így oda nem, egyébként van napfogyatkozáskor. Szerintem akkor takarítják a dobozt. Lehet. Nem lehet, hogy akkor szórnak be kaját igazából? De kaját nem, viszont el tudom képzelni, hogy olyankor váltás érkezik a minket megfigyelő Siriusiaknak. Egyébként nem Siriusiak, csak egy ilyen nagyon hibás elterjedt vélekedés, Tau Cetiről érkeztek főként, illetve hát a Tau Cetin keresztüli féreglyukon jöttek át a nyolc dimenzióból. Nem olyan könnyű a dimenzióváltás, és szerintem meghibásodott az űrhajójuk, hogy itt a egyébként elég szürke bolygónk mellett szövekeltek le ilyen hosszú időre. Valamit mondtál, hogy a hibás a maszkjuk meg a szőrzetük, és utána mondtad, hogy Trump. De neki mi bajod van a szőrzetével? Hát a feje tetején levő, az biztos, hogy színhibás, ezt nem gondolhatták komolyan. Tehát azt a citromsárgát ezzel a narancssárgával, az... Igen, szerintem is fordítva kell, mert ha megnézed, akkor Csukás megmondta. Pom, 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 pom. És ott fölül van a narancssárga, és alatta a citromsárga. Rögtön föl is ismernéd. Lehet, hogy Csukás is igazából nem mese, hanem jövőmondó volt. Mint az udvari bolond, hogy így becsomagolta. És a radírpók az igazából akkor arról szól, hogy vannak olyan idegenek, akik az órukkal ki tudják radírozni a valóságot? Ez egy fajta eszköz, ami segítségével el tudják felettetni velünk azokat a gondolatokat, hogy például láttuk őket, mint és kiradírozzák az emlékeinket. A Men in Black hasonló, mint a Men in Black-be a piros fény, vagy a Doctor Who egyik
szériájában voltak olyan idegenek, akik abban a pillanatban, hogy elnéztél felőlük, elfelejtetted, hogy ott voltak. Dr. Who? Nem Dr. WHO? Lehet egyébként, hogy az is egy dokumentumsorozat. Mi tudományos fantasztikusnak nevezzük, de valójában elképzelhető, hogy nem csak azok az idegenek járnak köztünk, de a Men in Black idegenei is, sőt, sok más idegen, kivéve természetesen azokat, amik nem tetszenek. Gyerünk, gyerünk! Csak egyre csak... távolodsz. Igen, egyre nehezebb lesz. Dinoszauruszok. Említettük a múlt adásban ezeket a lényeket. Igazából azok a dinoszaurusz csontok, amiket találunk, azok az első gyíkemberek maradványai. Hiszen a dinoszauruszokról tudjuk, hogy gyíkok. Illetve bizonyos speciális temetkezési szertartásaiknak az eredményét tudjuk megfigyelni, hiszen ők az idő és a tér manipulációjának a mesterei, hiszen ők 8 dimenzióban léteznek, emiatt képesek olyan speciális temetkezést is elvégezni, amit mi fel se foghatunk észszel, visszaküldik a múltba a csontokat, és kőzetbe temetik őket. Ezért nem lenne szabad hánytorgatnunk ezeket a mély rétegeket, hiszen gyíkemberek, lehet, hogy még nem is élő gyíkembereknek a maradványait zavarjuk meg ezzel, és kihívjuk magunk ellen a sorsot, illetve a haragjukat. Na, ezt übereld valamivel, légy szíves. Nehéz lesz. Ez azért egy keményen kidolgozott elmélet volt. Ezt hiszem, igen. Összefüggött? Összebizony. Minden mindennel. Templomosok, asszaszinok. Az illuminátusok jutott eszembe, hogy ők nyilván arról kapták a nevüket, hogy ők tudják, hogy hogy működik ez a kurva nagy LED lámpa. Én még mindig itt vagyok. Úgy érzem, hogy problémát okoz az, hogy te beleálltál ebbe a doboz elméletbe, és nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni. Bocsánatot kérek érte. De én nem vagyok jó kontai is, találtad? Hát akkor gondolkozzunk el azon, hogy mégis mi az oka annak, hogy ennyire elindult a Föld felmelegedése, mi állhat e mögött szerinted? Elkezdtek nekünk befűteni a dobozban. A dobozon kívül próbáljál, légy szíves, gondolkodni, ezt már sokszor elmondtam. Try thinking outside the box. Jó, jó. Ha nem a dobozban fűtöttek be nekünk. Nem. Milyen viszonyok uralkodnak a Siriuson? Gondold végig. Ott vannak fák, erdők, óceán? Természetesen. Biztos? Tehát ez egy áldott környék a természet közeli. Milyen a hőmérséklet? Harmonikus élet, amilyennek szeretnék. Csak hogy... Hát ők már régen túlléptek ezen a egyszerű világon. Ők képesek kontrollálni az időjárást, amivel itthon még csak alig próbálkozik néhány tudós. Visszatérve a tudomány mai állása szerint, a légkör összetételének minimális megváltozása okozhat olyat, hogy bizonyos állat- és növényfajok így kb. Azonnal kipusztulnak. Például mi is. Még néhány mások meg felfutnak, megerősödnek. Azért lettek olyan nagyok a dinoszauruszok, mert akkor olyan volt a légköri oxigénszint, meg a hőmérséklet is, hogy ezt úgy megtehették, hogy akkorák voltak, jó meleg volt, és jó sok oxigén, akkor még a bogarak is nagyon nagyra nőttek. Ha növeljük a levegő széndioxid szintjét, akkor a hőmérséklet ugyan nőni fog, de az oxigén szint csökken, és lehet, hogy a Siriusiaknak éppen ez való. Vagy ők valamilyen más összetételt szeretnek, és most készítik elő a bolygót, ez a, amit mi globális felmelegedésnek hívunk, ez valójában már annak az előkészítése, hogy ők megszállják rendesen a bolygót. Ide ez a terraformálás első lépése, igen. Így van, előre küldték a hírnökeiket, most úgy találták, hogy már megfelelően át van alakítva a környezet, vagy éppen már menekülni kell, tehát elkezdték úgy átalakítani, hogy a saját számukra ez élhető legyen 50-100-200 év múlva, mire ők itt rendesen letelepszenek kolóniástól. A Hold pedig nem más, mint a megfigyelő bázisuk. Nagyon jó a megfigyelés, hogy átalakítják a bolygót a saját éghajlati elvárásaiknak megfelelően. Azonban én ezt hibásan az előbb terraformálásnak neveztem, közben ez Sirius formálás. Hiszen nem a Föld éghajlatát akarják elérni, hanem a Sirius éghajlatát, ugye? Az Apple mesterséges intelligenciáját hogy is hívjuk, ugye? Aha, Siri. Hey, Siri. Uh-huh. És a férfi lenne. És litván? Ez egy kijelentés, hogy az Apple valójában Siriusi, hiszen Siri az. Azért látták ennyiszor a jövőt előre. Azért tudják előre vinni a mi jövőnket. Mindig kitalálják, hogy milyen új eszközöket adjanak nekünk, hogy közelebb kerüljünk valamihez. Mutatják az utat. Másik, hogy Siri US. Hogy lehet, hogy ott akarják először megtelepíteni magukat. Tehát az amerikai bázison kezdenék el a világhatalom átvételét, aminek azért elég komoly jeleit is lehet észrevenni mostanában. Például? Hát nézd meg a vezetőjüket. Jó, de ő már korábban lebukott.
Visszatérve a hold témájára, amit az előbb említettél, és azt mondtad, hogy megfigyelőbázisként használják. Szerintem ott laknak benne a belsejében, ahol meg tudták régen csinálni a barlangrendszeréket, és így a sugárzás nem éri őket, nem fáznak, nincs melegük, és pont úgy élnek, ahogy szeretnének a hold gyomrában. A hold tulajdonképpen egy álca űrhajó. Ezzel teljesen tudok azonosulni. Álca űrhajó, amelyet felhasználnak arra is, hogy onnan háttérsugárzással tudják irányítani a gondolatainkat. A miénket nem, mert nyilván te is felvetted az alusisakot. Hát. Hajtogattál egyet. A szendvicsnek már nem kellett. Azok, akik ugye nem írták az ajtójukra a megfelelő jeleket, illetve nem vették fel a mindentől védő amuletjeiket és az alusisakot, azok bizony gondolatilag irányítva vannak a holdról. Vagy a központi médiából. Hát azt is nagyon gyakran műholdon keresztül szórják, és mint hogy tudjuk, hogy a műholdak azok valójában nem léteznek, ezt mind a valós holdnak a belsejéből, a Siriusról származó, hisz nem Sirius lakók, hanem holdlakók, Siriusról származó idegenek súlykolják az agyunkba, és ők irányítják a médiát is. Nézd csak meg egy kicsit jobban Zuckerberg fejét. Az is egy rosszul sikerült maszk. Nézd meg a képeket, amik készülnek róla, igen? Ritkán hasonlít önmagára, de mindenképpen kicsit furák az arányai. Tök fiatalon csak úgy kitalált, hogy hogy kötné össze az embereket, mindenkiről mindent megtudna, összegyűjtene minden adatot. Aztán csupa jótékonyságból a világ minden részén elterjeszteni az internetet, csak hogy legyen, és hogy mindenkinek legyen Facebookja. Szerinted ez miről szól? Behálózzák az embereket. Elveszik a meglévő tudásunkat. Lebutítanak mesterségesen. És hogyha megnézed nem csak a Zuckerberget, meg Trumpot, akiknek egyértelműen látszik, hogy már annyira silány a maszkjuk, már erre nem akarnak annyi energiát fordítani. Közeledik a hatalom átvétel. Igen, közeledik a maszkjuk. De ha belegondolsz, és most éppen említetted, egyértelműen Elon Musk is egy idegen, hiszen... Ő is föltalál olyan dolgokat, amik igazából nem létezhetnek, mint Da Vinci. Sok száz évvel megelőzi a korát. Egy hyperloop. És triviálisan a maszkjára visszatérve. Láttál már olyat, hogy hip-hop kinőjön a haja valaki? Nem. Korábbi képein már éppen hogy volt neki, mert hogy akkor valószínűleg rossz ragasztóval rögzítették a tincseit. Mostanra sűrű haja van. Hát persze, a maszkba beültették az új haja. És igen, azok a találmányok, azok nyilván onnan erednek, hogy egyszerűen bizonyos eszközöket szeretnének a Földön előállítani, ami a hatalom átvételhez szükséges. Szeretnének újabb járatokat válni a Föld alá, ezért van a The Boring Company, ugye? Hogy ott kialakíthassák a sugárzástól elzárt járataikat, a tojójáratokat, ugye? Tojnak a világra. Passzus. Lehet, hogy már folyik is az invázió előkészítése, most jutott eszembe. Tudjuk, Grespik is megmondta, a Föld szívcsakrája a pilisben van. A pilis a pólus, ugye? Tehát dobogókő nem más, mint a kommunikációs eszköz, az óriás sámán dob, amivel az űr felé küldünk jeleket. Ott üzennek haza a Siriusiak. És most figyelj, le van zárva. Oda most pont nem lehet menni. Kitört egy világjárvány. Az embereket most bezárták a saját helyeikre, otthonaikba, kis dobozkáikba, még kisebb dobozkákba, hogy ne vegyék észre, ahogy ők leereszkednek közénk. Dobókőre nem lehet menni. Ha? Ők szabadon üzengetnek. A Bilderberg csoport azért ülésezett tavaly, mert ezt beszélték meg, hogy mindenkit be kell zárni az otthonaikba, mert kezdődik végre a nagy invázió. És amíg mindenki azzal van elfoglalva, hogy jaj, itt is van 3 beteg, meg jaj, ott is van 5000 beteg, addig ők szépen itt elfoglalják a bolygót. És amikor előbújunk, nem fogunk emlékezni, hogy korábban kikkel találkoztunk az utcán, hiszen több hónap alatt elfelejted azt is, hogy kikkel szoktál együtt utazni a villamoson, és addig ők asszimilálódnak, nem fogod őket felismerni. De valójában sokkal többen lesznek már köztünk, ugyanúgy fognak kinézni, mint eddig, ugyanúgy lesz álcájuk mindenük, de elvegyülnek közöttünk. Mindez, hogyha normálisan a hétköznapokon csinálnák, akkor viszont lebuknának. Akkor nagyon sok embernek most át lehet venni a helyét, anélkül, hogy feltűnne, hiszen nincsen napi kontaktusban. Így van. Aktuálisan más emberekkel, és ezért szinte észre se lehet venni azt, hogy a Béla mostantól már kicsit magasabb, mint volt, egy picit szikárabb, pikelyesebb a bőre, villás nyelve van. Nem, nincs villás nyelve. Csak a tetováló szalomból ilyen hülyén engedték el.
Tehát tényleg ezeket a változásokat, tehát nem fogjuk észrevenni, hogy azokat az embereket, akiket lecserélnek, azok valójában már idegenek. Igen. Nem lesz viszonyítási alapunk, tehát hogy több hónap után látjuk meg, hát egy picit megváltozott, de hát biztos a bezártság tette. Elfelejtett dolgokat, mert ugye nem mindig tökéletes az agyi transfer. Picit megváltozott a hangja, hát otthon volt sokáig, és biztos poros volt a levegő. Tehát ezek itt tökéletesen el tudják fedni a tömeges inváziót. Igen, ezért csináljuk mi is a podcastot, hogy halljátok a hangunkat, és ne higgyétek azt, hogy mi megváltoztunk bármennyit is. És még valami, amit tényleg mindenki szerintem meg fog szívlelni, aki az elmúlt 20 évben ifjúsági irodalmat olvasott. Ott van az igazság az orrunk előtt. Sirius Black. Ő mit csinált igazából? Ki mert lépni a korlátok közül, újra gondolta a világot, és ezzel persze főgonosznak állították őt be, de valójában ő nem gonosz volt, meg akarta változtatni a világot. Mert rájött az igazságra. Sirius. Úgy gondolt, hogy ez egy receptkönyv számunkra? Tehát a Harry Potter be... Ez egy titkos üzenet. Tanítás. Ez egy titkos üzenet, így van, hogy aki kilép a dobozból, az gonoszszá válik, holott nem. Ő csak egy pillanatra látta a valóságot, és megpróbálta elmagyarázni ezt a világnak. Végülis, hogyha belegondolsz, az első könyv ebbe a szériába az a bölcsek köve volt. Ó! Ugye? Tehát pont titkok kamrája, tehát ezek mind a tűzserlege, tehát pontosan tudjuk, hogy ezek mire utalnak. Az alkímiára, az alkimistákra, akiknek igazuk volt. Nem az aranycsinálás, az csak egy melléktanulmány. Az anyagátalakítás, a bölcsek köve, az örök élet, igen, sör. És mik a nagy világtörténelmi összeesküvések? Kennedy vajon Sirius-i volt? Nem. Az egy teljesen félreértett dolog. Valójában nem azok a gyík emberek, akik az első számú vezetők. Hiszen azok ilyen kirakati bábuk, a második számú vezető, a gazdasági háttér, ami biztosítja a valós hatalmat. Ezek a szerepek, amiket igazából ők maguknak akarnak. Nyugodtan ki lehet állítani egy Kennedyt, aki egyértelműen humán volt, a felesége, hát nyilván. Olyan befolyásolóik vannak ezeknek, már akik humánok, amikre nem is gondolnánk, hiszen bármilyen formában megjelenhetnek a nyolcdimenziós lények. Költészetben múzsának nevezték ezeket. Most már akkor tudjuk, hogy kik azok, akiket irányítanak az idegenek, ezeket a különleges embereket. Sejtjük azt, hogy valószínűleg a valós irányító szerepet betöltők azok a szürke, tömeg, hétköznapi arcait viselik. Egész addig, amíg arcot viselnek, és nem mutatják meg valós énjüket. De milyenek is ők valójában? Le tudnád őket írni nekem? Le tudom őket írni. Nézzél rá! Sikeres személyek, Bilderberg csoport, néznek, hogy kik tudnak oda bekerülni. Lehet, hogy nem fizikai jellemzőket kell keresni, hanem személyiség jellemzőket továbbra is. Kik az a titkos társaság, akik minden évben elvonulnak, hogy megbeszéljék, hogy hogyan lesz a jövő év, az azt követő év, hogyan fog alakulni a világ jövője. Országvezetők, nagy cégek vezetői, milliárdosok, csupa olyan ember, akinek egy részét maximum a Wikipédiából ismered. Néhánynak még közülük se hallottad a neveket, mert ők annyira rejtőzködők, hogy ők irányítják igazából ezeket is. Ezt hogy írod körül? Hogy őket hogyan lehetne elcsípni. Uh-huh. Csapdát kéne állítani nekik. Jó, figyelj, még valamiről egyáltalán nem beszéltünk. A valósághamisításról. Ott van például a Bermuda háromszög, ahol megtűnik a téridő kontinuum. Ott időnként eltűnnek repülők, hajók, aztán vagy előkerülnek, vagy nem, de ha előkerülnek is jellemzően üresen, gyakran évtizedekkel később, meleg fekhelyekkel, rezsókkal, csupa olyan dologgal, ami lehetetlen. Ha csak nem az történik, hogy ott van egy teleport központ, és onnan szednek véletlenszerűen áldozatokat, mintákat arra vonatkozóan, hogy hogyan mondjuk az emberiség aktuálisan fejlettségben, kísérleti elemeket, kísérleti egyéneket, ott gyűjtik be őket. Csak ezzel egy kicsit most már kezdenek lebukni, az utóbbi időben leálltak vele, de egy 50-60 évig, amíg nem lettek rá nagyon feltűnően figyelmesek az emberek, addig ezt jellemzően csinálták. Nem lehet, hogy az valójában egy kijárat a Földről hozzájuk? Igen, érdekes egy teória, hogy itt mintavételezés zajlana, de hát ők bárhonnan tudnának mintavételezni, ahol sokkal egyszerűbb. De biztos vagyok benne, hogy ott valami van. Én tartok tőle, hogy az a pont, ahol az energianyaláb, amely a Holdról a Földet éri, koncentrálódik,
és onnan oszlik szét a földkerekségen, tehát az a telepatikus control center. És azért szoktak eltűnni a repülők, és azért vannak hajó és repülő balesetek ebben a zónában, mert egyszerűen megzavarja a halandó elmét az a koncentrált telepatikus információcsomag, amit onnan periódikusan küldenek le. És ezért nem állandó, mert hogy ezek ilyen lökésekként érik a Földet. Azon gondolkodom, hogyha ott érik ilyen lökésekkel a Földet a jelek, akkor a pilisből csak visszafele sugárzunk? Az a szívcsakra. Ne keverjük. Az egy metakommunikációs állomás. Onnan lehet telepatikusan beszélni velük, ha a megfelelő diagramba megfelelő nevet írod, és ezt múltkor megbeszéltük, és megfelelő... Udvariassággal kommunikálsz hozzájuk, tudom. De mégis nem csak a rosszat hozták el nekünk. Hoztak nekünk mindenféle jótéteményt, legalábbis olyan változásokat, ami segítségével az emberiség a saját fejlődésében előre haladt. Totemeket építünk, rádiótornyokat. Kialakította az emberiség évezredek során a jelenlegi technológiai fejlettségi szintjét, nyilván sugallatok és kevésbé burkolt személyek, például Nikola Tesla egyértelműen. Hát vagy Elon Musk, visszatérve. Leonardo da Vinci. Ezek tipikusan olyan nem emberi képességekkel rendelkező, nem emberi gondolatokkal rendelkező személyek, akik biztosan csak azért kaptak lehetőséget arra, hogy kiálljanak a rivalda fénybe, és bemutassák a gondolataikat, hogy az emberiség a lemaradásait előre tervezett fejlődési ívtől be tudja hozni, hiszen a Siriusiaknak is ez egy projektjük, és néha csalniuk kell, le kell húzniuk külső erőforrásokat, hogy megfelelő tempóba haladjon. Atlantis valami kísérleti központ lehetett, csak ott lehet, hogy túl jól haladtak, vagy valami történt, ami lehet, hogy ott elszabadult valami. Öntudatra ébredt az emberiség, annyira fejlett volt, és ezért ezt az egészet el kellett süllyeszteni és visszavetni őket pár ezer évvel biztonsági okokból. Nem hiszem, hogy ott semmi nyoma nincsen, hogy Atlantisok emberek éltek volna valaha. Ezt le tudjuk szögezni, minden kutatási eredmény erről szól, hiszen ott nem emberek éltek. Nagy valószínűséggel igen, létezett egy kutató, előőrs vagy űrhajócska, ami pontosan egy tudásfröccsöt hozott be az akkori világba, de túl feltűnő lett volna, hogyha ez itt fennmarad. Egyesek elkezdtek volna kérdezősködni, hogy de te ezt te honnan is tudod? És inkább úgy gondolták, hogy ezt a direkt beavatkozási módszert ezt elvetik. Ezért hozták létre a tudósokat és a tudományt? Hát akkor valószínűleg nagyon lemaradtak egy milestone-nal. Tehát valahogy ívre kellett rakni a fejlődést, hiszen a görögök ott elhenyeltek, hédereltek, és be kellett gyorsítani az emberiség fejlődését, mert nem követte az elvártat. Lássuk be, nekik is vannak főnökeik. Eredményeket várnak. Valamikor el kell jutni az invázióig. És úton van a nagy inváziós flotta. Miért úton van? Az nem úgy van, hogy ők csak itt teremnek egy féreg lyukon át ugrálva? Nem képzeled, hogy ők űrhajóval közlekednek, mint mi? Nem olyan jellegű űrhajóról van szó. Le kell kapcsolniuk otthon a rezsót, össze kell csomagolniuk, mielőtt átjönnek. Az univerzum energiái végesek. Ők már gyűjtik a tudatenergiát, ami segítségével meg tudják tenni az utat, viszont nem lehet az, hogy őket előkészületlenül fogadják. Ezért jelennek meg időről olyan különleges képességű emberek, akik hirtelen nagyot lendítenek a fejlődésünkön, vagy nagyobb átalakításokat végeznek a társadalmon. Ami szükséges a következő szint eléréséhez, hogy elérjék az invázióhoz szükséges szintet. Ehhez egyrészt a technikai fejlődésnek egy megfelelő magassága szükséges, ami segítségével például, ugye, ahogy beszéltük, a mélyfúrásokat elő lehet készíteni az új kolóniának a megalapozásához. Másrészt az infiltrációs szintet is el kell érni. Tehát ez most, ahogy ezt nagyon helyesen vázoltad, most éppen beszivárognak, tömegesen beszivárognak, kezdik átvenni a helyeket. Szükség van a következő nagy lendületvételhez, ami során az emberiséget valószínűleg egy kapszulába zárva belelövik a napba. Te jó ég. Remélem nem. Milyen nagyobb társadalmi vagy politikai változást tudnánk a gyíkemberek tevékenységéhez kötni?
a mindenféle istenek megjelenése, azok valójában nem istenek, azok, Denikennek igaza volt. Azok valójában a földre szállt Siriusiak, akiket az emberek nagyon tisztelnek, mert ők az igazi főnökök, akik megmondják, hogy hogy legyen, és cserében jutalmaznak tudással és élelemmel. Innen jött a sok istenhit Egyiptomban. Igen, aztán ezt egy picit egyszerűsítették, hiszen ott még nagyon antropomorf volt az istenhit, és ha már utasításokat adnak, akkor már saját formájukban jobban szeretik. Nem? Hitelesebb. Így van, ezért lett aztán a fáraó, meg ezért lettek ezek az egyeduralkodók. Akkor sokkal kevesebb pontot kellett megfogni, mint ahogy egy szervezetet is sokkal könnyebb úgy irányítani, hogyha te valójában kevés pontba koncentrálod a vezetőket, és ők megoldják az irányítás összes többi részét tulajdonképpen a hatványozás módszertana szerint. Te fogsz 6-ot, ők fognak mind 6-ot, az már 36. Így sokkal könnyebb irányítani a világot. Szóval, igen, belegondolva, lehet, hogy a vezetők, mint olyan is már ennek az elméletnek az alapja. Felfedeztünk új világrészeket. Tudod, mi történt? Mint a videójátékban. Állokoltunk egy új rewardot. Elég jók voltunk ahhoz a saját környezetünkben, hogy adtak nekünk egy újabb területegységet. Persze, amit már az akkori kultúrával be lehetett így van. Népesíteni. Ha megnézed, akkor nem csak Európára korlátozódott ez a irányítás. Ázsiában a kínai birodalom ugyanúgy egy közös irányítószerv a császárság alatt volt összpontosítva. Ezzel is próbálkoztak azzal, hogy melyik módszer hatékonyabb arra, hogy az embereket rávegyék a megfelelő sebességű fejlődésre, ami segítségével el tudnak jutni ahhoz, hogy eljussanak hozzánk. És lásd, ők visszatértek ehhez a modellhez a párt formájában. Igen, az célszerűbbé volt számukra valószínűleg ebben az időszakban, hiszen a termelést azt sokkal jobban tudták koncentrálni. Így van. Nézzük, mit is termeltek mostanában rettentő mennyiségben Ázsiában? Mobileszközöket. Amiken nagy tévedés, hogy lenne kínai backdoor, hogy át tudják venni az irányítást felette a kínaiak. Siriusi backdoor van rajta. Így van. Így van, és nem a készülék felett veszik át az irányítást, hanem telepatikus sugárzó eszközök kialakítják őket, amely segítségével az emberek akaratát és gondolatait tudják befolyásolni. És erre a lehetőleg alkalmasabb eszköz a most már nálunk is megjelent 5G. Eddig megkaptuk az internetet, meg a mobil internetet, hogy játszunk vele, most már elhisszük róla, hogy biztonságos. Itt az 5G a tárgyak internetét teszi lehetővé, és a gondolatok korlátlan lehallgatását összeállt. Itt vannak hozzá az 5G-s mobileszközök, és közvetlenül a Holdról tudnak üzeneteket küldeni, amíg te alszol, az éjjeli szekrényeden lévő telefonon keresztül, 5G-n telepatikusan. Mindenkinek. Úgy, hogy mindössze egy központi adóvevőt kell elérniük hozzá. A Bermuda háromszögön keresztül. És azok a rádióteleszkóp hálózatok, amiket kiépítettek az emberek, és amik olyan furcsa, zavart jeleket észlelnek, kvazároknak hisszük őket, valójában nem mások, mint hatalmas telepatikus vevők. Azt is a geek emberek irányítják ugyan. Illetve nem csak hogy vevők, hanem az űrbe sugározott energia nyalábok, amikkel mi azt hiszük, hogy letapogatjuk a körülöttünk levő világot, valójában egy csillagszórónak a megfelelője kozmikus méretekben, amely segítségével ránk tudnak találni, és amikor az invázió során a többiek jönnek, illetve hát hozzák a bútort is a bútorszállítóval, akkor ide tudnak találni. Akkor jó. Remélem a hallgatóinkat meg sikerült világosítani arról, hogy mennyire fenyegeti az emberiséget a küszöbön levő invázió, és ígéretet teszünk arra, hogy az ehhez az adáshoz hasonló agymenést a továbbiakban nem fogunk előadni, és visszatérünk a korábbi, jól átgondolt, komoly tartalom előadásához. Nem. Hallgassatok máskor is zárt osztályt, lájkoljatok, kommenteljetek, sharejétek. És minden visszajelzésnek örülünk. Don't be serious. Ez rosszul kezdődik. Megint hangkimaradásom van. Nem, csak nem beszéltem. Ja? Várom, hogy mondjál valamit. Hát jó. Most ez nagyon rosszul hallatszik.
Mintha ráznád a mikrofont. Mert ráztam a mikrofont, megfordítottam az állványát. Jó, akkor ilyet ne csinálj, Lici. Kösz. A legutóbbi adásunkban beszéltünk egy pár szót Conteókról, de igazából nem mélyedtünk el egyik ismert verzióba se. Úgy gondolom, sokkal jobb lenne, hogyha alkotnánk egy olyan összesített Conteót, egy szuper Conteót, amiben ötvözzük azokat a hiedelmeket és őrületeket, amiket említésre méltóknak találunk, és ezek közül csemegézve, újakat kitalálva egy minden szuper összeesküvésről próbáljuk lerántani a mocskos leplet. De most mondd el még egyszer, mert szerintem most már tudod, hogy mit akarsz mondani. Akkor az ő tudósaik lehetnek a tautológusok, ugye? Tauljuk ezt a témát tovább szerintem. Ugye a napnak is kell valamilyen energia. Igazából ugye annak is véges az üzemanyaga. Valamivel ki kell egészíteni, és erre pont alkalmas lesz a szervezetünkben levő hidrogén, ami szintén segíteni fog ahhoz, hogy egy picit jobban felmelegedjen a Föld az érkezéskor. Mert tudjuk, hogy szeretik a meleget, hiszen ők nem izzad. A mesterséges intelligencia tud mindegy, szívcsakrát imitál. Egy remek kivágató gondolat. Gondolt ezt az elejétől még egy... Igen, igen, ezt kár volt elvinni ebbe az irányba. Miért? Szerintem tök jó. Szerintem itt elvesztjük a maradék két hallgatónkat is. A közepén már nekem is csak így azt tettem észre, hogy tátva van a szám, és figyelem, hogy ebből most mi a szenszor lesz. Miért végigvittem azért a gondolatmenetet? Zártam rendesen. Le tudnád őket írni nekem? Nem. Bizony. Nem tudhatjuk, hiszen a mi háromdimenziós látásmódunkban ők maximum minimális módon türemkednek ki a dimenzióikból, de hogy ebből mit fogok kihozni? Tehát, ha például a Tinderen fölrakunk egy legyes képet... Ott fognak körülötte legyeskedni. Uh-huh. És balra nyolják, vagy jobbra nyolják? Ez nem jó. Ez most így tegyük félre ezt a gondolatkísérletet. Jó, akkor valami... Csak nyalogatják a szemüket. Valahogy fixáltál a dobozon és a nyalogatásommal.